kezdéshez készülnek az Eötvös József Általános Iskola 5. osztályos tanulói, akik szorgosan segítette be a töpöltyűs káposztás csiga és a görhemália elkészítésében a Civilek Alakóhelyet Egyesület sütőasszonyainak október 6-án. A sütősuli lényege, hogy a foglalkozásokon megismertessék a régi tésztaféléket és azok elkészítését a gyerekekkel, valamint a családokkal. Hát a mostani évad, így mondanám, ez kétszer 6 óra, tehát 2-6 délután, nem 6 óra, hanem 2-6 délután. Végül is egy Hungarikum pályázattal, én már negyedik alkalommal jövünk ebbe az iskolába sütősulit szervezni. Gyerekek nagyon szeretik, látható most is, hogy szívesen ismerkednek a régi süteményekkel, és hát nem csak látványbemutató, hanem őket is bevonjuk a készítésbe, és természetesen ezt szívesen csinálják, és várják, hogy kisüljön és kóstoljanak. Szóval az a célunk ezzel, hogy a régi paraszti tésztaféléket, amelyek egészségesek, néhány alapanyagból készíthetők, ezeket a mai családoknak próbáljuk eljuttatni, megismertetni velük. Egyébként van egy második kötetes receptkönyvünk, és ebben a receptkönyvből sütjük ezeket a különböző süteményeket, és hát azt szeretnénk tényleg elérni, hogy a böszörményi anyukák ne rohanjanak feltétlenül a cukrászdába kék tortát vásárolni, ez már többször szoktam emlegetni, hanem megvegyék a jó minőségű 4-5 féle alapanyagot, és azt készítsék el a családnak. Mirkóné Fehér Judit szerint könnyű a gyerekeket bevonni az elkészítés folyamataiba, hiszen szívesen segítenek. A mai nap a gyerekekkel görhemálét fogunk sütni, ami kukoricalisztből van, és pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, és így megsütjük. A görhemálé az úgy készül, hogy a kukoricalisztet a forralt tejjel este le kell önteni, hogy jól összeálljon. Másnap reggel még hozzárakjuk porcukrot, teszünk hozzá pici sót, és zsírt, egy evőkanál zsírt. És ezt jól összegyúrjuk, kukoricalisztet a deszkára szórunk, azon kinyújtjuk, pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, késsel beírdaljuk, és már süthetjük is. Káposztás töpörtűs csiga készül még. Ezt pedig úgy csináljuk, hogy vajjal, olvasztott vajjal a kinyújtott tésztát lekenjük, savanyú káposztával megszórjuk a tésztát, és föltekerjük, és szépen csigákra vágjuk, beletesszük a tepsibe, és olvasztott vajjal lekenjük, és egész köménymaggal megszórjuk. A káposztás csigának a tésztája az egy kelt tészta, élesztős kelt tészta, azt begyúrjuk, teszünk hozzá élesztő, tej, só, liszt, pici cukor, aztán élesztőt megkelesztjük a forró tej, vagy a langyos tejbe, jól összegyúrjuk és hagyjuk kelni egy óra hosszát, utána megszórjuk a káposztával, és újra, ahogy megformáljuk a tésztát, újra hagyjuk még egy jó fél órát kelni, és utána sütjük ki a tésztát. Mennyire nehéz, illetve mennyire könnyű a gyerekekkel együtt dolgozni? Mennyire tudjátok őket bevonni a folyamatokba? Nagyon könnyű, nagyon élvezik a gyerekek, nagyon szeretnek segíteni, minden mozdulat, minden részletben szívesen segítenek. Konferencnél régóta tevékenykedik az Egyesület életében sütőasszonyként, és minden évben aktívan részt vesz a sütéseken. Én 2008-ban voltam először az Egyesületnél sütni, Imre hívott meg, és azóta itt vagyok az Egyesületnél, minden évben részt veszek minden munkában, amiben csak lehet. Ugye most itt vagyunk a sütősuli alkalmával, mi a tapasztalat, mennyire tudjátok esetleg a gyerekeket bevonni, mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz velük együtt dolgozni? Szerintem be lehet őket vonni, elég sok ügyes gyerek van köztük, szeretnek gyurkálni, szeretik formázni a tésztát, úgyhogy nincs velük baj. Miket szoktatok együtt készíteni egy-egy ilyen alkalommal? Hát többféle süteményt sütöttünk már, általában az édeset azt jobban szeretik. Sütöttünk békaszájat most ebbe az évben már, pogácsát, többféle, ilyen, de inkább az édes tésztákat, azt várják, hogy azok legyenek.
Kovács Emma nem csak a foglalkozásokon, de otthon édesanyjával együtt is szeret sütni. Én szeretek, és szoktunk otthon is sütni anyával sokféle süteményt. Amiket itt készítettek a sütősuliba, mennyire szoktátok otthon anyáékkal kipróbálni? Még nem sütöttünk, de amikor ugye kaptunk ugye itt, és én nem vértem megenni, hazavittem, amelyik ízlett ugye anyának is, meg nekem is, azt meg szoktuk sütni, csak ugye még nem volt rá időnk. De mennyire szoktál segíteni a sütőasszonyoknak? Hát sokat szoktam, tehát nagyon szeretek sütni, ugye sokat szoktam a tésztagyúrásban is segíteni, meg minden. Félében. Csike Gábor nagyon jónak tartja, hogy megismerkedhetnek a foglalkozásokon a régi süteményekkel, amiket akár majd az őszi szünetben is elkészíthetnek utána otthon. Nagyon jó ez a foglalkozás, meg bár különféle régi süteményeket tanulunk meg, és hát ugyebár azt meg is lehet kérni, és nem is nézz elkészíteni meg egészséget, és hát az régi, ezeket a szegény családokban tudták csak elkészíteni leginkább, és ezeket így azért akkor találták ki ezeket a különböző süteményeket, hogy lehetne ilyet, mert hogy nem tudtak nagyon más csinálni, mert ugyebár szegények voltak, és nem volt másból, amit tudtak volna csinálni. De szerintem ez a foglalkozás is erre tanít meg ugyebár minket, hogy különböző süteményeket tanulunk meg sütni, és különböző érdekes dolgok vannak ugyebár, de és ugyebár ebben mi is részt veszünk, mert mi szaggatjuk, mi is foglalkozunk vele. Úgyhogy szerintem ez az egész foglalkozás jó, meg ez az egész csoport is jó, ugyebár, hogy jár ide-oda. Szerintem ez nagyon jó, és szerintem ezt mások is így gondolják, hogy nagyon jó. Az itt elkészített süteményeket otthon anyáikkal mennyire szoktátok kipróbálni, illetve mennyire szoktátok otthon sütni? Én ezt még úgy gondoltam, hogy megtudom mindet, és akkor utána fogom majd megkérdezni, és akkor abból lehetne egy ilyen sütemény parádé, hogy bármikor például az őszi szünetben is el tudjuk készíteni, és akkor meg például, hogyha már annyira megtanulja az ember, akkor már saját maga is el tudja készíteni. Foglalkozások végén nagy az öröm, hiszen együtt kóstolhatják meg a közösen elkészített süteményeket.